No, hát aki itt volt délelőtt, már hallhatta 9:30-tól Imrét, az azért van itt, aki pedig nem, az most fogja megismerni, és át is adom azt. Ja, így áll nyugodtan. Viszont egy kortyod, addig beszélj. Így van, addig mesélek. Néprajzkutató és a szerves magyar műveltségnek igen, csak tudója, hogy ezt fogja megint megcsillantani nekünk, úgy látom, egy kis olvasással. Igen. Vannak olyan versek, amit csak megfelelő Szilva Pálinka fogyasztása után merek bevállalni fejből. Vannak olyanok, amihez kell papír. Egy ilyet fogok felolvasni, és hát ugye a vízről, tiszta vízről kéne beszélnünk. És itt végigjártam a... És akkor most egy picit engedjék meg, hogy szűk körbe pici kritikával kezdjem. Végigjártam a vásárt, végignéztem az egész világot itt körülöttem, és hát eszembe jutott Bartók kantáta profánája, ahol a szarvassá változott fiak azt mondják, hogy a mi szánk nem iszik többet pohárból, csak tiszta forrásból, és ha a kínálatot nézi az ember, akkor értik, hogy mire gondolok, és nem folytatom, mert engedjék meg, hogy egy verssel nyissak. Ezt a verset Sinka István, a Szűkebb szülőföldem költője írta, hiszen Sinka István ugyanabban az utcában született, illetve közvetlen abban a szűk környezetben, millióban, ahonnan egy Arany János nevű költőnk származik. És a 20. század véleményem szerint egyik legjelentősebb magyar költője volt, annak ellenére, hogy iskolákat nem végzett. Pásztorember volt, ebből a legmélyebb világból indult, és az egyik első versét szeretném felolvasni, és elmondani azt, hogy ez a verse nincs benne a püskiféle kétkötetes Sinka összesben. És ez is önmagában jellemző, mert és elkezdtem kutatni, hogy miért. Történt ugyanis, hogy fölismertem egy néprajzi sajátosságot, egy népköltészeti motívum visszaköszönt számomra a himnuszba. És írtam, kutattam, foglalkoztatott a dolog éjjel-nappal, és eszembe jutott ez a vers. A himnuszok a kelet kapujában című első Sinka kötetben van benne, amit a Szeghalmi Péter András gimnázium adott ki, és dolgozott bennem a vers úgy, hogy nem tudtam volna elmondani, de maga a vers gondolatisága, tanulsága, költőisége munkált a lelkemben. Viszont a himnuszok kötet, ami megvan eredetiben, sok ezer könyv között, és nincs katalogizálva a könyvtára, az nehezen megtalálható, mert egy pici keszek kötetről van szó, aminek nincs is hátsó borítója, ami látszik a polcon. És ekkor Budapesten jártam, és egy nagyon jó barátom, a kötet szerkesztője, a kezembe nyomta a frissen megjelent nyomda illatú Sinka összest, és én azt hittem, hogy a gondviselés újja volt benne. Hazarohantam, kikerestem, mert benne van, az a címe a versnek, hogy Napimádó, és amikor elolvastam, akkor rájöttem, hogy ez a vers nem az a vers. Aztán ma már tudom, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy a 60-as évek elején Féja Géza, kiváló népi író, Sinkát rábeszélt, hogy Pistám, te egy nagy költő vagy, ez a vers olyan naív, meg olyan parasztos, meg dilettáns, írjál belőle egy jó költeményt, és az összesbe csak ez van benne. Viszont az a vers nem ez a vers. Hallgassák meg, tehát bevezetőként ezt az eredetit. Állok fenn a hegyen, s bámulom a hajnal tündöklő zászlaját, a győzelmes piros fényt, ezt a százágra hasadó roppant vérszín rubint, és a sárga köveket alattam oltárrá szentelem, mert pap vagyok én ma, hű, aranysarujú, napimádó táltos, aki hószínpalástomból a szívem kitakarom, és a mellemből a hegyre vért csapolok, a szent felkelő nap elé. Az én népemért csodát csorgatok ma a fényes arcú napra, őseim énekét és vertezüst kehelyből az aratók szent dalát tömjén ezen felé. És itt maradok az ígére szaváig, itt fenn a hegytetőn, mert jaj,
remegve csókol a szerelmes lányajak, és az anyák mellére cseppentett élet méze kihűl. A fák meddőn zöldülnek ki az én véreim földjén, s a barázdán besüpped a remény kovásza ó. S amíg meglengetem hószínpalástomat, s a roppant kövekre forró vért locsolok, a felkelő nap fénye, mint égi kegy szétterül. Rügyek pattannak szét, és zengő akkordokkal búg a forrás orgonája, a legtisztább zsoltár. S a kőmágián vakintón az ígéret fellobog. Aranysarumat ekkor felcsatolom, és indulok a hegyről le véreimhez, és viszek a lányajkakra lángerejű csókot, az anyák mellére forró édes tejet, a fák rostjaiba gyümölcstermő erőt, és viszek az én véreim földjére a bronzkarú aratóknak millió fénylő tengernyi búzakalászt. Eddig Sinka verse. Erre mondta féja, hogy dilettáns és hát paraszti költészet, nem méltó egy akkora költőhöz, mint a 60-as évek elejének Sinka Istvánja, és Sinka István átírta ezt a verset, a maga módján az is zseniális. Csak én azon gondolkodtam, és ha a víznél tartunk, és említettük ezt, amiről beszélek, hogy mit fogalmaz meg Bartók, amikor azt írja, hogy a mi szájunk nem iszik többé pohárból, csak tiszta forrásból. Hát ezt a tiszta forrást kéne keresnünk. Az előző fél órában beszéltünk róla, hogy a hagyomány embere számára a víz az élet forrása, és egyébként meg biológiailag is a víz az élet forrása. Most itt látom, vannak nagyon kedves hölgyek, nekik mondok egy jó tippet. Vannak ezek a nagyon drága különböző kozmetikumok, hát én lebeszélném önöket róluk. A legjobb kozmetikumot hadd mondjam el. Moldvában, Bogdán falva fölött van egy nagy hegy, amit magyarul úgy hívnak, hogy kék kő, kikű mondják a csángok. Ez egy elég magas, 8-900 méter magas hegycsúcs. A hegy tetején van egy sziklaplató, és a sziklaplatóban különleges mélyedések vannak. Andor Kati néni, bogdánfalvi kedves öregasszonyom mondta nekem, aki kijött velem, amikor én 21-22 éves voltam, ő meg 80, és előttem szaladt föl a hegyre, én meg mentem utána lihegve, hogy hát Imre, ez nagyon régen történt, amikor még a kőes lágy volt, akkor itt járt Szent László király. Szent László király itt a kíkkű tetején megpihent. És hát akkor még lágy volt a kő, úgyhogy tetsződik a kőbe Szent László király seggepartja. És a lovának a patkónyoma, mert ott ült a lova. Úgy hitták, hogy szög. Na most a Szeret folyót azért hívják Szeret folyónak, mert a lova ivott belőle, és szerette a vizet, mert jó vize volt a Szeretnek. Mondom neki, hogy Kati néni drága, hát van egy egészen pici probléma, hogy olyan 8-10 kilométerre van ide a Szeret. Erre azt mondta Kati néni, hogy ez nem probléma, mert Szent Lászlónak igen nagy lova volt. Na most, mit is mondtam a hölgyeknek, ígértem, hogy egy jó kozmetikumot mondok. Ha fölmennek hajnalba a kíkű tetejére, és ebbe a két mélyedésbe, Szent László seggepartjába találnak egy kicsi vizet, és abba megmosakszanak, akkor gyönyörűek lesznek. Szóval jobb, mint a legjobb avon termék. De csak először, tehát a kezdetlen víz. És most lehetne egy előadást tartani a magyar vízkultuszról, a kezdetlen víz, a gyógyításban szereplő vizekről, a vízvetésről, fél óra kevés erre. De nagyon fontos az, hogy a magyar analógiás gyógyító hagyomány szemlélete az éppen erre egy nagyon fontos környezethez való viszonyról beszél számunkra. Úgy kezdődnek az ide kapcsolódó szövegek, hogy elindult a boldogságos Szűz Mária az ő szent fiával a Jordán kútjához. Miről van szó? Tehát mi a betegség gondolata a magyar népi tudatban? Van egy
És ugye most lehet, hogy hallottak róla, hogy a magyar néprajzosok egy része, tanult néprajzosok, magukat szakmának és mérvadónak gondoló néprajzosok, egy egészen apró hangyány, ugye itt van Andrásfalvi Berci bátyánk egyik alapvető műve, ami az ártéri gazdálkodásról szól. Szeretném közölni, hogy ezek a ma öntudatra ébredt néprajzosok Andrásfalvi Berci bátyánkat végzetes dilettánsnak tartják. És ma akadémiai vitát folytatnak arról, hogy egy Szűcs Sándor, a Sárrét nagy néprajzosa, hogy Diószegi Vilmos, aki az életét adta, és a világ első számú sámán kutatói közé tartozik, ezek mind végzetesen dilettánsok voltak. Mondja a szakmának egy része ma. És ilyen mondatok születnek, hogy aki a magyar népművészetben költészetet és filozófiát lát, az önmagát zárja ki a tudományból. Mert hogy a magyar népművészetben nincs filozófia, nincs költészet. Mond. Bocsánat, csak szakmailag a tájékozódás, de a környezetgazdálkodási tankönyv van olyan, Pécsi Egyetemen született, hogy ugyanez van meg természettudományra alkalmazva, hogy aki, meg agrártudományra, agrárműszakilag, hogy aki ezt agrármérnöki hallgató ismerősen tudósította, hogy aki érzelmileg viszonyul a tájához, vagy a területéhez, az nem jó, az nagyon nem jó, mert nem tud a pontos modern technológiák között dönteni és azt szerint választani, stb. Most ez a technokrata iparszerű és vagy szerves, természetszerű szemléletben a különbség, és mi itt azt mondjuk, hogy már pedig érzelmi ilyesmi, aki nem látja meg a magyar költészet, vagy a magyar néprajzban, népműveltségben a költészetet, filozófiát, az akkor a formát látja csak a tartalom. Szóval én azt gondolom, hogy, és akkor most egy picit beszéljünk a környezetvédelemről, lehet, hogy vadváltásnak tűnik, csak a múltkor láttam egy történelmi filmet, vagy ilyen néprajzi ihletésű filmet, amiben a háttérben gyönyörű körbálák voltak. Most a körbála az 30 éves, tehát nem tudom. És mondjuk egy filmrendező benne hagyja a körbálás hátteret. Gyerekkoromban, amikor Erdélybe jártunk, akkor az erdélyi tájaknak megfelelő szénabogják voltak a hegyoldalakon. És akkor mit csinál ma egy nemzeti park? Hát körbáláz. Csak hogy én gyerekkoromban még ott nőttem fel, ugye Újkigyós határa, az a Körösmaros Nemzeti Park része. A édesanyám ott született, meg apám is a ma nemzeti parkhoz tartozó részeken, mert a 20-as években a gróf nem osztotta ki a falu körüli jó fődeket, 45-50 aranykoronás fődeket, hanem az Isten háta mögött jobbra a 7. ajtón adott ilyen szikes szarokat, és bocsánat, ott voltak a csajok között ne csodálkozzanak, a csaj, a röndös kígyósi anyanyelvemön, az őző nyelvjárásban, az vizenyős, vizes, lapos fekvésű területet jelent. Itt. Igen, csanytelek. Igen. Tehát ezt nálunk csajnak mondják, minden csajnak volt külön neve. Na most ott egy tagyavilág alakult ki. Nagyon tetszik egyébként az, amikor azt mondják, hogy az ősi erdő sztyepp. Hát az ősi, hogy a Hortobágy érintetlen, a eurázsiai, a Hortobágy alatt 30-35 falu volt a középkorban, falvakkal, templomokkal, házakkal, szántókkal, erdőterületekkel, kaszálókkal. Kígyós nincs akkora terület, ugye ez 3800 hektár ősgyöpös terület, 4-5 falu volt alatta, de egy apátsági központtal, ahol egy akkora templom volt, mint a kolozsvári Farkas utcai templom. Egy gótikus templom, ott vannak a romjai a föld alatt. Tehát, kedves barátaim, egy jó hírem van, a leghasználtabb terület is, amikor eltűnik az ember, gyönyörű pusztává változik, és 500 év múlva nyoma nem lesz annak, hogy ott az ember belerondított. De egy nagyon fontos dolgot el kell mondani, hogy nekem, és ez az én személyes, teljesen dilettáns véleményem, hogy a természetet nem az emberrel szemben kell megvédeni, hanem az ember és táj kapcsolatát kéne védeni. Azt a gazdálkodási formát, ahogy az ember a tájban élt,
úgy, hogy nem avatkozott bele a táj belső rendjébe. Tehát gyerekkoromban nem védték ezt a sárga szalamandrát, vagy hogy hívják, ilyen fekete és sárga foltok vannak. Foltos szalamandrát nem védték. Otthon, a házunk előtt, ahol most egy aszfaltozott buszmegálló van, én minden nyáron fogtam egy befőttes üvegbe szalamandrákat, és fogtam nekik a legyeket, hogy egyék meg. De amikor meguntam a legyet fogdosni már, akkor elengedtem őket. Ott egy akkora pocsolya volt, ahol ilyen sárga foltos szalamandrák éltek. Na most a mai gyerekek életükben nem látnak új kígyóson foltos szalamandrát. De nálunk a sárba, ahol augusztusban is sár volt, a legnagyobb szárazságban is sár volt az utcán, ott mindenféle jószág élt. Gyíkok, szalamandrák, rengetegféle bogár, meg mindenféle létező, mert egy természeti környezet volt. És még én megtanultam, rettenetesen utáltam, de apám állandóan magyarázta, hogy széllel szemben nem lehet szénát rakni, mert az hülye, aki ha megnézed, hogy merül fúj a szél. 14 évesen ezt én valami őrületnek tartottam, ahelyett, hogy moziba vagy strandra jártam volna, arra figyeljek, hogy merül fúj a szél, és hogy kell rakni a szénát. De az egy tudomány, hogy kívül van a széna alsó része, vagy belül van. Apám megtanította, hogy hogy lehet egymást fogó rétegeket rakni, és hogy nem fog leomolni hazáig. És hogy lehet szénabogját rakni, és emlékszem arra, hogy nagyapáméknál alul egy szűkebb réteg volt, majd szélesedett, majd újra összeszűkült, és betetőzték. És kedves barátaim, ezt kéne tanítani. Így kéne védeni a természetet. És akkor most egy moldvai példát hadd mondjak, és itt megint kapcsolódik a vízhez. Moldvában a legutóbbi idők itt, tehát úgy körülbelül 2000-ig volt egy szokás nagyon sok moldvai csángó magyar faluba, hogy ugye mikor megszületett a kisbaba, akkor már kórházba, de hazakerült, akkor a bába asszony járt fürözteni az anyukát. Ugye hosszú ideig, 6 hétig anyuka nem hagyhatta el a házat, a keresztelőre se ment. Úgy vitte el a keresztmama, meg a nagymama a kisgyereket keresztelni, aztán hazahozták anyuhoz. Anyuka el volt vágva a külvilágtól, jött a bába asszony, fürdette az anyukát. És most jön az érdekes dolog, amit én magam meg tudtam figyelni, hogy ugye a széna padláson volt a széna, és amikor jött a bába asszony, anyuka egy fából készült dézsába fürdött, és leforralással egyfajta teába fürdették meg a menyecskét. És az apja, az fölment a padlásra, és fél órát keresett. Mert tudta, hogy melyik határrészből a szénába hova került egyfajta bizonyos fű, ami erre a dologra nagyon alkalmas. És megkereste azt, abból lehozott egy nyalábbal, az beletette a dézsába, arra öntötték a forró vizet, meg volt egy eszencia, és erre öntötték a többi vizet, ebbe fürdette meg a bába asszony a menyecskét. Na de gondoljuk végig ezt, hogy tudja azt, hogy hol, milyen fűterem. Az a fű mire való? Kedves atyai jóbarátom, Halász Péter Keresztkobám, megírta a moldvai csángó magyarok gyógynövény használata könyvét, ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Az utolsó percébe gyűjtötte hozzá az anyagot. Mert amikor sokszor együtt mentünk moldvába gyűjteni, akkor tudják, mire hivatkoztak? Ez a fű azért arról jó, mert a Mária Tréven könyv megírja. Tehát már 20-22 évvel ezelőtt a moldvai falvakban nem az őstudás, a saját szüleik, nagyszüleik tudását mondták, hanem azt, amit a Mária Trében könyvben olvastak. Tehát ma már gyakorlatilag akkor még az utolsó percben sikerült nagyon fontos információkat összegyűjteni, de ilyen szinten szakadunk el a saját gyökereinktől, a saját forrásunktól. És védjük adott esetben a természetet, az emberi létezéssel szemben. Mondok egy példát, ókígyós
kastélypark. Eleve díszparknak ültették, a gróf úr tartott kifejezett erre kiképzett szakembereket, akik gondozták a kertet. Először is, amikor 1875 és 78 között épült a kastély, a mai logikával ellentétesen a kastély falától 2 méterre lévő tölgyfákat nem vágták ki, hanem mellé építették a kastélyt. Ma azzal kezdenék, hogy talra vágják. Minden építkezést azzal kezdenek, hogy talra vágnak. Na most ma már a kastély parkja nemzeti park, ha elpusztul egy 150-200 éves tölgyfa, akkor a környezetvédők azt mondják, hogy mennyi gyönyörű bogár költözik bele, védjük. A probléma az, hogy ez a szemlélet egy őserdőt véd, mert azt mondja, hogy bioegységek vannak, csak hogy ez a mérhetetlenül sok bogár, ami ott előkerül, az megmérgezi, tönkreteszi a többi élő, vagy már beteg, de idős fát is. Még egyszer mondom, ez egy díszpark. És a környezetvédelmi szemlélet az őserdőként kezeli. Ugyanígy a kígyósi nagyerdőt, amit a gróf úr vadászat céljából telepített. Nem őserdő, vadászerdő. Vadászerdőként kéne védeni, és adott esetben vadászni benne, mert erre hozták létre. És ami meg őserdő, azt védjük őserdőként. Magyarországon meglehetősen szerény mennyiségű erdő őserdő, de biztos van. De, és ott a másik, ugye azt mondják kígyósi gyöp, az erdő sztyeppe, 1860-as évekből való vannak ilyen erdőfoltok a szikes gyöpön, önmagában neve is borzasztó izgalmas, ezt a területet Skutarinak vagy Skutarinak hívják. Ugye Skutari az Albánia egyik jelentős városa. Nagy kérdés, hogy hogy kerül ide a név. Hát török hódoltság voltunk, és hát ezen érdemes lenne elgondolkodni. Mély, nagyon mély, fekvésű, olyan vizes élőhely, ahol gyakorlatilag a legbelső részén még most is, egy hónap aszály után is van víz. Gyerekkoromban, mint a tó olyan volt az egész, amikor esős év volt. Az egész ókígyósi nagy gyöp, kígyóstól Kétegyházáig el lehetett menni korcsolyával. Az egész víz alatt volt. Tehát nagyon, de mit csináltak, és most mondok egy példát erre, 1983-ban a TSZ megállapított, hogy haszontalan Skutari, meg az egész vizes élőhely, és építsünk egy levezető csatornát. Átvágtak egy agyagréteget, és Újkígyós belterületén, ahol soha nem volt víz, megjelent a belvíz. Mert nyilvánvaló olyan dolgot vágtak át, amit nem kellett volna adott esetben átvágni. És mondjuk annak az agyagrétegnek a másik vége ott van a belterületen, házak omlottak össze emiatt. Na most ott, ahol mindig víz volt, ott most már nincs. És jön a Nemzeti Park, és nem azt csinálja, hogy nézzük meg ezeket az utolsó rontásokat, és azokat tömjük vissza, hogy álljon meg a víz, hogy maradjon meg a víz. Adott esetben ez a körösök árterülete volt, tehát valamilyen élő kapcsolatot teremtsünk azzal a vízterülettel, ami megvan. Hát nem tudom, láttak-e Gyuláról képeket, törökkori vagy koraújkori képeket, az olyan, mint a tó. Kiemelkedik belőle a vár, és kiemelkedik belőle a város dombja. De egyébként síktó, mintha Balatonban lenne egy sziget. És ez egy ilyen világ volt. Ez sárrétes világ volt. Hadd mondjak egy példát, hogy mire is jó ez. 18. században, ugye szinte az egyetlen folyamatos település Békésvár megyében az Doboz. Árpád kor óta lakott, és egy följegyzés szerint a dobozi öreg gazda fogadja az adószedőket, akik fölmérik, hogy miután kell adózni. És hát bemond 3 meglehetősen sovány tehenet. És mondja neki az adószedő, hogy bátyám, hát nagyon örülök, hogy mediktálta ezt a 3 sovány tehenet, de ott van 50 kövér tehén. Az kié? Ó, uram, azok kóbor állatok, menjen, hajtsa el őket. Hát persze nem tudta elhajtani az adószedő, meg se tudta őket közelíteni, mert hát olyan víz volt a körös vízrendszere, amin idegen ember nem tudott áthatolni.
Nyilván ezzel a helyi lakosok éltek, pontosan tudták, hogy hogy kell oda menni ahhoz, de nem helybéli, az nem tudott oda menni, hiszen bárhol elsüllyedhetett. Ez volt a sárrét. Én azt gondolom, hogy bizonyos tekintetben ezért kellett ezt lecsapolni. És ez, amit most mondtam, pusztán ez, akár a történelmünket átírja. Igen, mondd csak. Úgy látszik, hogy jó lenne közös előadásokat tartani. Idézek két mondatot erre egy utolsó mondatra. A vízügyi műszaki szakadalomból Lászlófi Voldemár a Tisza vízi munkálatok és szabályozás történet a Tisza vízrendszerben címmel. 1982. akadémiai kiadó. Az egyik az, hogy ez a vidék gyakorlatilag járhatatlan, ja, idézi Marcus Aurelius-től, ez a vidék gyakorlatilag járhatatlan, ha csak nem a helyiek által. Akkor ez most jó vagy rossz? Tehát, hogy, tehát akkor köszönöm szépen. Tehát nem tudom, nem találtuk meg a pénzkazettát, mint tudom, hogy Balogh Péternél van nagy rendetlensége. Hát én tudom, hogy hova tett. Ez az egyik, a másik meg, hogy a szabályozás történt, hogy a szabadságot után, nem tudom pontosan intézni, a kormányzat, ha tudjuk a szabadságot, tehát a Bach korszakról, meg a Vész korszakról, ez 50-es évek, 1850-es évek, a kormányzat belátván a Tisza szabályozási vállalat fontosságát, azt támogatta, vagy ilyesmi, és utána megjegyzi a munka tovább, hogy a Tisza szabályozás elsőrendű katonai érdeket szolgált. És pontos itt ez a Temes vidékről. Egyébként erre nézzünk rá a térképre közelebbről. És nézzék meg a település szerkezetet a hajdúságban. Például nézzék meg Hajdúböszörmény térképét. Ugye van egy tökéletesen szerves település szerkezet, a közepén a szakralitás, a templom, és nemzetségek, családok szállják meg egy-egy részét, és ugyanez a település nagy határába, ugye ez a régi magyar cívis rendszer, van egy városi háza a családnak, és van egy tanyája kinn a határba, és ehhez tartoznak különböző szállások még. Ilyen volt Hódmezővásárhely, ilyen volt Szeged, ilyen volt Békés Csaba. Az összes alföldi városunk ilyen volt. És jönnek a telepítések a 18. század végén, Mária Terézia II. József idejébe, és megváltozik a település szerkezet. De járt az idő, ne aggasztatok. Most kezdtem bele. Tanúság, a lakozó idejét nem tudjuk fél órára. Sejthettük, de nem baj. Szünet van jelenleg. Még befejezem. Negyed óra szünet van, mert fél kettőtől már Páder Laci lesz. Tehát összesen negyed óránk van, és ameddig a közönség bírja, jó? Tehát jó. Ez a lényeg, hogy negyed óra múlva Páder Laci a szó, jó. És nincs szünet. Én két és fél perc alatt befejezem. Tehát... Én mindig Pitvarost szoktam hozni példának, nézzék meg a térképen, egymásra merőleges utcák, tehát nézetrács szerkezet, és nem veszi figyelembe a helyi vízrajzot. Tehát ott is vannak kiosztott porták, ahol szinte állandó vízállás van. A régi magyar település szerkezet, az követi a terep egészséges léptékét, szerkezetét. És ott is van még egyszer ház, ahol állandó belvíz van. No, tehát a település szerkezetet, hát fontos az, hogy a megbízottam, adott esetben besúgom, az belássa az utcát. Ki kihez megy be, ki kivel tart kapcsolatot, ki hova megy. Na most mára ez gyökeresen megjavult és megváltozott, hiszen nincsen erre szükség, ha értik, hogy mire gondolok. És engedjék meg, hogy egy verssel zárjam. Amikor a fiam olyan 10-12 éves volt, akkor azt mondta, hogy Fater, egy előadás után, papa, neked jó dolgod van, egy verset ismersz, és azok közül választasz. Na most ez nem teljesen így van, de ezt a verset tényleg mindig elmondom. És hát tudják mit? Mivel annyira rövid az idő, nem beszélek róla semmit, ez önmagáért beszél. Magyari Lajos, Lázár Mihály üzenete. Még azt se kérdezzék meg, hogy ki volt Lázár Mihály, mert 10 perc elmondani. A rácsokon túl, im föl kell a nap.
apró zajokkal jön a reggel. Fényt iszik ott túl falakon, fényt iszik a szomjas ember, fényt iszik az, ki fényre szomjas, lelkét csordultig teletölti. Aki így itallal oltja szomját, tán sosem lehet azt megölni, hisz oly szabad, oly sérthetetlen, mint az éjben surranó madár. Ki napba néz, és arra nem figyelhet, hogy körül mi tivornya áll, hogy mi szeszekkel, szédülettel hajtják a népet ronda táncba. Biz összezúzzák, ki nem táncol, de belerokkan, aki járja. Felkél a nap, újra, reggel, rácsokat olvasz ragyogása, a kint rejtsd el mélyre, egyetlen hóhér meg ne lássa, s hát ne sziszeg, ha körmöt tépik. Akkor se szólj, ha megölnek. Lelkünk csordultig tele fénnyel, és ez elég lesz túlélni őket. Köszönöm a figyelmet!